Szent Márton emléke előtt kiállítással tisztelgett a Váci Mihály általános iskola. A szombathelyi egyházmegye védőszentjéről képző és iparművészeti alkotások születtek. A tárlat az iskola galéria 100. kiállítása is egyben. 18 városból 25 intézmény és 382 gyerek közreműködésével jött létre a kiállítás. A rajzok, szobrok és festmények a segítés jegyében születtek. Egyik a libákkal ábrázolta a szentet, másik éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor Szent Márton a koldusnak adja köpenyét. Mindig a rászorulóknak segíteni kell. Ez a rajzpályázat, amely sorban a második, nagyon lényeges azért, hiszen egy olyan példaképet állít elénk Szent Márton, akit érdemes követni. A tárlat fővédnöke Veres András megyés püspök volt, aki örömmel vállalta a feladatot. Egész biztos, hogy ezek a gyermekek egy életre szóló élményt kapnak egy-egy ilyen pályázat elkészítésekor, mert ez nem csak addig tart, míg megrajzolja, és valahol kiakasztják a falra, hogy mások is megnézik, hanem amíg előkészül rá, amíg gondolatilag is rákészül egy-egy ilyen rajzra, azt gondolom, hogy ez alakítja a lelkét. A műveket Veres Gábor művésztanár ajánlotta a közönségnek. Mi jellemzi? Hál' Istennek a sokféleség. Azon belül, hogy egy téma volt, ugye Szent Márton volt a pályázat témája, az az örvendetes, hogy pont az jellemzi, hogy Szent Márton milyen nagyon-nagyon sokféleképpen lehet átélni, értelmezni. A gyermeki fantázia, a gyermeki lélek, hogy dolgozza föl ezt a történetet. Óvodás, alsó és felső tagozatos általános iskolások között hirdettek végül eredményt.